1993-ban ide került a Fliegel Magyarországra, és 30 év eltelt, és 30 év elteltével szerettük volna megünnepelni, de nem csak a mi szűk családi körünkbe, hanem a nagy családdal, tehát a kereskedőkkel együtt, illetve holnapi nap a vevőkkel együtt. 21 országból jöttek el partnereink, 380 látogató van itt összesen, és egy egész napos programot állítottunk össze, ami egy 2,5 órás szántóföldi bemutatóból állt volna, de hát az időjárás közbeszólt. Így egy aszfaltos területen mutattuk be a bemutatni szánt gépeket, és ott prezentáltuk, és utána pedig volt egy 3x45 perces program sor, amiben benne volt az adapter program sor, benne volt egy építőipari sor, illetve egy prezentáció és egy gyárlátogatás. A legjelentősebb az a 1993-as év, amikor aláírásra került a adásvételi szerződés, tehát a Rekartól az itteni gyártelepet megvásárolta a Fliegel család, amit megelőztek a 80-as évek. A 80-as években már volt egy kapcsolat a Fliegel család és az akkor állami tulajdonú mezőgép között, mert a mezőgép gyártott betonkeverőgépeket, és ezek a betonkeverőgépeknek a gyártása mai napig is itt folyik. Tehát 93 volt a vásárlás éve, és utána folyamatos fejlődés, hát ami természetesen egy fontos év az a 23, hogy 30 év eltelt. 30 év alatt nagyon sok minden történt, és nagyon sok minden fejlődött és fejlesztés történt, és büszkék vagyunk arra, hogy 21 országnak a kereskedőit, hogy megszólítottuk, hogy szeretnénk ünnepelni, és annyira meghatóan lelkesen jöttek, hogy ők kíváncsiak erre a gyárra. 2019-ben volt egy szántóföldi napunk itt, és akkor kapták fel a fejüket, hogy anyja, itt Magyarországon van egy Fliegel gyár, és hát érdekes, és most nagyon lelkesen jöttek ide, és nagy elvárásokkal, reméljük, hogy meg tudtunk felelni. Szombati nap bejöhet a nagy közönség, szombaton a kulisszák mögé be lehet tekinteni, meg lehet nézni a gyárat, illetve megnézni a termékeinket. Bízunk benne, hogy a kipróbálás a szántóföldön is működni fog. Itt Tabdán történik a bálaszállítónak a gyártása, ami tulajdonképpen a fejlesztés is itt indult el, és itt történik a gyártása az átrakókocsiknak is. Például sokszor izgalmas, amikor megjelenik egy konténer a gyárkapu előtt, és akkor hova megy, és utána begyömöszöljük a bálaszállítót konténerbe, és majd 3 hónap múlva kapunk egy képet, hogy Japánba éppen hajóból szedik ki. De ugyan egy teknős pótkocsit, amikor Új-Zélandra küldünk el, az is utána jó visszalátni, ha mégis a képeken is, hogy megérkezett a földgolyó másik felére. De az átrakókocsik meg innét mennek ki, zömébe eddig Oroszországba, de olyan embargó miatt nem tudunk szállítani, de a környező országokba, úgy Romániába, de akár most dánok rendeltek nagyobb mennyiséget, vagy lengyelek, oda küldjük ki az átrakókocsijainkat. A 2022-ben 1800 darab pótkocsit gyártottunk le, 2023-ra a tervünk, és meg nagyon közeli cél is, hogy biztos, hogy meg is valósuljon, az egy 2000 darabos pótkocsi legyártása, és 2000 darabot le fogunk gyártani. Ebben nagyon segít minket az, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon sokat investáltunk. Az elmúlt 5 évben 12,5 millió euró beruházás volt itt Tabdán, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a termékeink a gazdákhoz megfelelő időben és megfelelő minőségben oda kerüljenek.